sportág választott, már több alkalommal is rendeztek a megyében, de csak a küzdősportokat bemutató eseményre első alkalommal várják majd az érdeklődőket Nyíregyházán. A szervezők amellett, hogy bemutatják a különböző irányzatokat, szeretnék eloszlatni a küzdősportokkal kapcsolatos előítéleteket is. Elsősorban a fiatalokra számítanak, de mint hangsúlyozták, soha nem késő elkezdeni az önvédelem szempontjából is fontos sportolást. Szeretnénk közelebb hozni az embereket egyrészt a küzdősporthoz, meg sajnos az élet aktualitása is az diktálja, hogy sos árt, hogyha az ember egy-két úgymond önvédelmi fogással tisztában van. Egyrészt, másrészt pedig ugye a jelenlévő edzések, amik a nálunk jelen vannak, ott többször találkozunk vele, hogy a szülők hoznák a gyermeket, de félnek attól, hogy megsérül, vagy valamilyen problémával találkozik az edzés során. És ugye ezt a tévhitet szeretnénk eloszlatni azzal, hogy közel 15 küzdősporták, közel 20-25 nyíregyházi klubja lesz jelen ezen az eseményen. Ezek az edzések kipróbálhatóak lesznek, végignézhetőek lesznek, azaz hát ott személyesen tapasztalhatják meg a küzdősportokat. A 13 órától 17 óráig tartó sportágválasztót követően 19 órától nemzetközi K1 gála következik, amelyen 10 párharcot láthatnak a küzdősportok szerelmesei. Szorítóba világbajnokok, Európa bajnokok, világkupa győztesek lépnek, lesznek szlovákok, ukránok, ukrán világbajnok is lesz, a románok is lesznek, lesz közöttük egy olyan srác, aki magyar, de ott ez Romániában, és nem is egy-kettő, a Ruzsinszki is van, meg a Jóni Máté. Ők magyarok, de Romániában edzenek, és elég jó neves klubokban edzenek. A gálát különböző kísérő rendezvények színesítik majd, a bevételt pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány javára ajánlották fel a szervezők.